Főhős. Egy rendhagyó portréműsor a Biblia ismert és kevésbé ismert hőseiről. A teremtéstől kezdve, korszakokon átívelve. Ismerje meg velünk a Szentírás legfontosabb szereplőit, életüket, motivációikat, szenvedéseiket vagy éppen felemelkedésüket. Főhős. Most a Hitrádióban. Császár Enikó szerkesztő nevében is szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, ez itt a Hitköznapok, és benne a Főhős című új magazinműsorunk, vagy műsorunk, sorozatunk, amiben a bibliai hőseit vesszük kicsit jobban górcső alá, és megnézzük az életüket, a jellemüket, egy kicsit azt a környezetet, amiben ők éltek, amiről a Biblia beszámol nekünk, kicsit megnézzük, hogy milyen volt a kulturális közeg, család, és ebben helyezzük el ezeket a hősöket. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban vendégünket, Sugár Andrást, a Hídgyülekezete lelkészét. Szerbusz! Szia, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, érdeklődőket! És a mai főhősünk az Izsák lesz. Izsáknak a szerepe, jelleme, hogy miért is volt rá szükség az üdvtörténelemben, és hogyan jött egymás után a pátriárkák, ahogy adták egymásnak a kilincset, ebben Izsák hogyan és hogy helyezkedik el. Úgyhogy erről szeretnénk téged kérdezni. És először is hadd kérdezzem meg inkább úgy, hogy mennyire fontos szereplő Izsák ebben a pátriárkák korában, mert talán róla van a legkevesebb konkrét történet, ami hozzáfűződik, mégis nem egy elhanyagolható személy. Nagyon köszönöm, hogy ezt megkérdezted, ez segít nekem is, hogy elindítsam a gondolatmenetet, mert amikor megkértetek, és még lehetett is választani, hogy melyik főhőssel szeretnénk foglalkozni a Bibliába, akkor ugye én elolvastam gyorsan először is a Zsidó 11-et, mert abból adódik, hogy ott sok hős szerepel a Bibliából, és azt vettem észre, hogy Izsák személye nagyon fölkeltette az érdeklődésemet, mert nem tudtam hirtelen arra válaszolni, hogy ennyire ismert szereplő a Bibliában, egy ősatya, tulajdonképpen miért is lehet egy nagy hős, mert ahogy olvastam, ott láttam Noét, láttam Ábrahámot, láttam Dávidot, láttam Sámuelt, láttam, ahogy írja ugye a Zsidó 11, hogy keresztre feszítik, ketté fűrészelik, megégetik, elképesztő szenvedéseken, mártíriumságokon mennek keresztül, és feltettem magamnak a kérdést, hogy olyan Izsák, akit hősnek mond a Biblia, ő miért is hős? És úgy vállaltam el ezt a beszélgetést, hogy nem tudtam teljesen egyértelműen a választ megadni, úgyhogy hittel álltam hozzá, és becsületesen elkezdtem föltúrni, hogy a Biblia mit mond, és abba bíztam, hogyha ő azt mondja, hogy hős Izsák, akkor erre meg fogja adni a választ is a számomra, és ennek a kutatásomnak, vagy turkálásomnak, vagy én talán mozaikok, puzzle-ok kirakásánakból szeretnék egy képet alkotni Izsákról. Amit a hősről megtudunk leggyorsabban az Új Szövetségben, méghozzá ebben a Zsidó levélben, azok elég érdekes dolgok. Az egyik, hogy és ugye ott a hit hőseit sorolja föl, hogy a együtt lakott gyerekként fiatalon Ábrahámmal és Jákobbal sátorokban. Azt is megtudjuk, hogy Izsákban fog Ábrahámnak magja neveztetni. Megtudjuk azt is, hogy hit által áldozta föl Ábrahám Izsákot, és ezek ráadásul mind olyan cselekedetek, amelyek megtörténtek Izsákkal, amelyekben nem úgy tűnik, hogy nem volt aktív szereplő, és mond egyet, amiről azt mondja, hogy hitáltal áldotta meg Izsák Jákobot, de hát ha pontosan visszaemlékszünk arra a hitáltal való megáldásra, hogy hogyan is áldotta meg Izsák Jákobot, akkor azt tudjuk mondani, hogy abba az értelemben hitáltal áldotta meg, hogy nem látta, hogy nem tudta, hogy kit áld meg, tehát nem látásból, hanem hitből áldotta meg. És az első, amin én elgondolkoztam, az Izsáknak a körülmetélése volt.
Ő volt a első személy, akit én úgy láttam, akit 8 napos korában metéltek körül. És mert előtte Ábrahámról azt írja, hogy ő metélte körül a háza népét, és Izmaelt is, és mindezeket már felnőtt korukban tette meg. És azt is tudjuk a Biblia alapján Ábrahámról, hogy ő a körülmetélést a körülmetéletlenségében tanúsított hite miatt kapta jelként, a szövetség jeleként. Hát Izsák ezt ilyen módon nem kaphatta, ő csak az Ábrahám Istennel való megegyezése alapján lett körülmetélve. Tehát ez azt jelenti, hogy ő nem tett semmit a körülmetélésért, hanem egyszer csak, amikor már öntudatra ébredt, akkor látta, hogy ő belelépett, és benne van egy olyan szövetségbe. Ez egészen más generációs szempontból is, egy más hitet, más áldást, más kapcsolatot akar, mint az, amikor Ábrahámnak Isten azt mondta, hogy mivel hittél nekem, ezért vérszövetséget kötök veled, és utólagosan ezért körülmetélte őt. És vagy körülmetélte saját magát. Hát ez egy nagyon fontos dolog Izsák identitásában, amit most lehet, hogy még nem teljesen értünk, de majd ahogy beszélünk a mozaikokról, ez ki fog alakulni. És utána, ha megnézzük Izsáknak a gyerekkorát, akkor az egyik esemény sorozat, amiről biztos részben átélte, részben utólagosan tudott róla, az nem egy egyszerű dolog, az pedig azok a körülmények, amik azáltal alakultak, hogy egy ponton Sára kitalálta azt, hogy mert nem volt még meg a gyermek, a várva várt és megígért gyermek, hogy valahogy besegítsenek Istennek, és tudjuk a történetet, hogy Hágár, a szolga Sára kitalálására ugye Ábrahámmal gyermeket csináltak, és ebből lett Izmael. Viszont az is érdekes, hogy Sára találta ki ezt a történetet, de végül is Sára üldözte is előket. És Izsák ebben az esetben sem tett semmit, csak azt látta, hogy ő miatta történik például egy olyan eseménysor, hogy valakit, az ő féltestvérét, a Hágárt pluszba elüldözték, elvitték, el kellett menniük Ábrahámnak az otthonából, és ő egy gyerekként ezt át kellett élnie, hogy ilyen dolgok történtek az otthonában. Az is világos volt Izsák számára, hogy mindent eltakarítanak az ő öröklésének az útjából, mindent előkészítenek az ő számára. Ábrahám még a további feleségeinek is, a gyermekeit is ajándékkal elbocsájtotta. Minden pályát megnyitottak Izsák számára. Ezen kívül Ábrahám volt, így szoktuk ezt mondani, a szövetségi fő. Ő akkora, szóval gyakorlatilag Istent Izsák nem ismerte akkor még személyesen, hanem Ábrahám képviselte az apát is, és Istent is Izsák számára. Egy akkora hatalmas tekintély volt Ábrahám Izsák számára, akinek mindenki engedelmeskedett, akivel a mindenható Isten szólt, akiért Ábrahám mindent ott hagyott, látta ezt a hatalmas, mély, elkötelezett viszonyt az örökkévaló Isten és az ő apja között. És így kell elképzelni azt az eseményt, amelyet a Biblia egyik legismertebb eseményeként ismerünk, az Izsáknak a feláldozását. Hogy az a személy vitte magával a hegyre Izsákot, aki Izsák számára a minden volt. A példa volt, az apa volt, az volt, aki az utat
megnyitotta az ő számára, aki Istennel személyesen szólt, akit Isten a barátjának nevezett. Egy ilyen személy vitte Izsákot föl a hegyre, és emelte föl a kését őre. Ezt vizualizálni kell, ezt el kell képzelni, hogy az a személy, akiben a leges legjobban bízol, aki a leges legfontosabb, aki a mindenhatót jelképezi a számodra, az a személy egyszer csak kést emel rád. És világos a Bibliából, hogy Izsák nem volt már egy öntudatlan csecsemő ebben a helyzetben. Nézzük meg, fát rakott a hátára. Vitte őt. Vitte ezt a fát. A másik, hogy az a szó, amikor azt mondja, hogy gyermek, az a szó, az sok helyen szerepel máshol is a Bibliában, és mindenhol ifjút, szolgát. A legelső előfordulása ennek a szónak az, amikor Ábrahám visszatér a legényeivel Szodomából, és a Szodoma királya meg akarja ajándékozni Ábrahámot, és mondja, hogy ő nem, de a legényeimnek őket tartsd jól, és ott szerepel ez a szó. Tehát egyértelmű, hogy Izsák már serdülő volt, és hogy tudta magát, és itt kezdett először kibontakozni a számomra, hogy egy ilyen személy, akinek ilyen háttere volt, hogy mindent megcsináltak neki, mindent megtettek neki, mindent alátoltak maga, az Istennel való szövetségét is már öntudatlan korában kötötték meg az ő számára, elzavartak mindenkit az otthonából azért, hogy ő legyen az örökös. Azt is tudta, hogy Noénak és Ádámnak a szövetségei minden ember számára megnyitották az ajtót. Izsák tudta, hogy ő neki olyan teher van ő rajta, hogy Isten onnantól leszűkítette ezt a pályát, és azt mondta, hogy Ábrahám magvával folytatja az emberiséggel való szövetségi viszonyt. Tehát egy ilyen teher is volt Izsákon, ezek után élte azt, anélkül, hogy neki lett volna olyan kijelentése Istenről, mint amilyen Ábrahámnak volt, hogy ő a feltámadás és mindent meg fog oldani valahogy Isten, mert azt mondta, hogy Izsákban ad magot. Izsáknak nem volt olyan kijelentése, akkor majd Jákobban adok neked magot. Abszolút nem volt. És mit látsz Izsáknál, hogy képes ezek után, egy ilyen eseménysorozat után töretlenül folytatni a pályát, mert úgy tűnik, hogy nem volt törés a pályájában. Hogy nem frusztrálódott, nem haragudott meg Ábrahámra, nem alakult ki egy olyan félelem, vagy valami olyan rossz dolog, amit ő kilökte volna elől a pályáról. Én azért nagyon sok fiatalt látok küzdeni, akik például ilyen módon másod vagy harmad generációsként lépnek be a keresztény pályára, és nagyon nehezen alakul ki az az önálló identitásuk, az az önálló újjászületésük, ami mindannyiunkkal meg kell, hogy történjen, hogy az egész életpályánkat be tudjuk futni, és Izsákkal úgy tűnik, hogy meg tudott valahogy ez történni. És ez nagyon izgalmas a számomra. De még itt mondtad, hogy valószínűleg serdülő lehetett, már igen, eleve ez kérdéseket vett föl, mert ugyanis a történet azt mondja, hogy meg is lett kötözve, ugye, megcsinálták az oltárt, a fákat oda tették, meg is lett kötözve, és fel lett téve erre az oltárra, tehát tényleg az utolsó pillanatban szólt Isten, hogy állj, úgymond elment a végsőkig, és megvárt, hogy Ábrahám ezt tényleg megtennie, és az a megdöbbentő, hogy azért egy ilyen serdülő fiú, és a rendkívül idős apa, mert itt azért azt is hozzá kell tenni, hogy Ábrahám 100 éves kora után nemzette Izsákot, és már nagyon idős lehetett, most nem tudjuk, hogy milyen fittségi állapotban volt, mert felmentek a hegyre. Igen, de hogy nem összegült ellen, úgy tűnik. Hát ugye Izsák ebben a helyzetben átélte azt, amit Jézus Krisztus a kereszten. Ő átérte azt, hogy éli, éli, láma szabáktálni. Ő számára azért mondom, hogy ebben a ifjúkori állapotában Ábrahám képviselt mindent.
nem csak természetes szinten, hanem a természet fölötti világgal, az örökkévalóval való kapcsolatot is ő képviselte. És ezért ő neki kellett, hogy legyen egy olyan pillanat, amikor átélte ezt az elhagyatottságot. Nem véletlen, hogy Isten miután mindez megtörtént, és feláldozták a kecskebakot, Isten megjelent, és azt mondta, hogy én vagyok a Jahve híre. Hogy itt jelentette ki magát Isten gondviselő Istenként. És ezt úgy tűnik, hogy nem csak Ábrahám, hanem Izsák számára is ez egy első kijelentés lehetett, egy olyan kijelentés, amiben Istennek megértette azt a gondviselését, hogy ő maga odaadja az egyetlen egyet, a szeretettet, a pótolhatatlant értünk, és mi is bekerülünk ezáltal Istennek abba a szeretetébe, amelyen mi is képessé válunk arra, hogy mindenünket odaadjuk az Úrért, mert mindent tőle kaptunk. És Izsák is ezt már egész fiatalon át tudta ilyen módon élni. És nem veszítette el a képességét arra, hogy az Ábrahámban lévő fantasztikus személyes életközösséget, amely Ábrahámnak volt Istennel, hogy azt abba az örökségbe ő belépjen. Nem törte meg őt ez az áldozat. Ez az élete ellen irányuló támadás, ez nem rombolta le azt, hogy átvegye Ábrahámtól, amit kell. Erre utal több dolog is. Ha megnézzük a híres kutakat, amiket Ábrahám ásott, meg amiket Izsák ásott, akkor meglátjuk, hogy az Izsáknak az első időszakában ő az Ábrahám kutyait ásta ki. És azt a vizet, azt az életet, amelyet a sivatagban a víz jelent. Nem akart ő valami nagyobbat, valami újabbat, nem azért, mert motiválatlan volt, hanem mert nem volt gondja neki abból, hogy az apjának a csodálatos szellemi, lelki, fizikai örökségét átvegye, nem akart elutasítani, nem akart lázadni ezzel szemben, hanem elfogadta ezt, sőt, ugyanazon a néven nevezte el a kutakat, amiket kiásott, mint ahogy Ábrahám nevezte el annak idején. És az egész folyamatban, ráadásul egy olyan szelid, békeszerető módon ment végig, hogy ha veszekedtek vele, ha szívóztak vele, akkor továbbállt. És Isten az ő esetében, Izsák esetében ezt a fajta konfliktus kerülést, hogy így mondjam, Isten megáldotta, mert mindig adott neki új lehetőséget. És a sztori vége az lett a kutakkal kapcsolatosan, hogy aztán lettek neki saját kutya is, amiket ő nevezett el. És akkor az ellenségei, akik addig üldözték, oda mentek hozzá, Izsák meg is kérdezte, hogy hát miért jöttetek hozzá, mert ti gyűlöltök engem. És akkor azt mondták neki, hogy azért, mert most már látjuk, hogy te Istennek a nagy embere vagy. De ehhez Izsáknak be kellett töltenie azt a küldetését és azt az elhívását, hogy csont nélkül átvegye Ábrahámnak ezt a fantasztikus áldását, és ez biztosította a folyamatosságot, az Isten áldásában, egy óriási volt a kockázat. Mondom, hát Noénél, Ádámnál az egész emberiség felé ki lett nyitva a pálya. Ábrahámnál Izsáknak sikerülnie kellett ennek a projektnek. Nagyon érdekes szintén, amiben nagyon hasonló Ábrahám és Izsáknak a sorsa, és mégis vannak benne különbségek, az például a meddőség. Tudjuk, hogy Sára is meddő volt, tudjuk, hogy Rebeka is meddő volt. És nyilván Sára és Ábrahám már nagyon idős volt, ott már lehetetlen volt a szülés természetfölti beavatkozás nélkül, és ezért is a hitnek az atyának tartjuk Ábrahámot. De mégis azért nekik volt egy kis mellékpályájuk, ugye Izmael, látjuk, milyen következmények járt és jár a mai napig.
De nézzük meg Izsáknál, mi történt. 40 éves korában elvette Rebekát feleségül. Azt mondja, hogy onnantól kezdve imádkoztak azért, hogy legyen gyermek, legyen utód. Nem volt olyan kijelentésük, mint amilyet Ábrahám kapott. 20 évig imádkoztak, de nem követte ebbe Ábrahámnak a pályáját, vagy az ötletét, hanem rendületlenül imádkoztak, és 20 év után Isten meghallgatta az imáját. Nem véletlen, hogy amikor azt mondja, hogy Izsák könyörgött és imádkozott gyermekért, akkor egy olyan szót használott, amit először ott használ az imádkozásra a Biblia, a könyörgésre, és nagyon mély jelentései, tartalmai vannak ennek, és egy más igealakban azt is jelenti, hogy kiengesztel, megkegyelmez, meghallgatja a könyörgést, tehát hogy egy olyan mély, egy olyan szívós, egy olyan kitartó, imádkozó volt Izsák, és nyilván Rebeka is, hogy nem tértek le 20 év alatt erről a pályáról. Ugyanez egyébként ez az imádkozásnak a csírái már látszanak akkor, amiből mi csak annyit tudunk meg, hogy amikor Rebeka hazahozza a szolga, akkor ugye Izsák épp kim van a mezőn. És mit mond? Elmélkedik, mereng. Az egész judaizmusban az esteli imádság az ebből, az Izsáknak ebből az alkonyatkor való imádkozásából, merengéséből, ez egy olyan fajta imádkozást fejez ki ez a szó, amikor kicsit lustán, céltalanul, elmélyedve, mint amikor az iszap a lemerül a víznek a felszínéről az aljára, tehát egy a szellemét lazán tartva beszélget, keresi Istennek a jelenlétét. Így volt minden alkonyatkori Izsák, és ebből nőtt ki aztán az erős imája Izsáknak, amely utána az egész életét végigkísérte. És még egy nagyon érdekes dolog, amiben szintén nagy hasonlóságok vannak és különbségek Izsák és Ábrahám között, az az Egyiptom. Tudjuk, hogy Ábrahám, amikor éhség tört ki, mit csinált? Lement Egyiptomba. Tudjuk, hogy ott milyen történetei voltak a feleségével, akit húgának nevezett, hogy nehogy kinyírják őket, és tudjuk, hogy ugyanez megtörtént Izsákkal és Rebekával is. De Izsáknak Isten nem engedte meg, hogy lemenjen Egyiptomba. Izsák egy pillanatra nem hagyhatta el az ígéretnek a földjét. És mit mondott neki, amikor éhség volt? Én téged itt áldalak meg ezen a helyen. És azért ebbe is érdemes belegondolni. Éhség van, nyomorúság van, két sarokkal arrébb tudjuk, hogy van gabona, van élelmiszer, nagy családról kell gondoskodnod, és Izsák engedett Istennek. És Isten hatalmasan megáldotta Izsákot azért, mert ő ott maradt az ígéret földjén. Jákob megint lement Egyiptomba. Isten meg is engedte neki azt, hogy nyugodtan menj le, nagy néppé foglak tenni, visszahozlak, ráadásul még József fogja a szemeidet eltakarni, akkor, amikor meghalsz. Izsák volt az ősatya, akinek a neve nem változott meg egész élete során. Ő maradt egyedül végig az ígéret földjén. Ábrahám tudjuk, hogy névváltozáson esett át, Jákob névváltozáson esett át, Izsák az a szövetségben az összekötő erő, aki a hűségével ezt a nagyon-nagyon nehéz utat, amely Ábrahámtól Jákobig tartott, hogy ebben megtartani a szövetséget, ebben ő egy elképesztő, rendíthetetlen személy volt. Ez volt az egyik első nagy felfedezésem, vagy a második, vagy nem tudom, a másodikat mondom, vele kapcsolatosan. Az is nagyon érdekes, hogy ki élt a legtovább az ősatyák közül? Izsák. Tehát valószínűleg a tisztelt apádat és anyádat,
az beteljesedett például Izsáknak az életében, tovább élt, mint Ábrahám, tovább, mint Jákob. És meg is nyerte az ígéretnek a földjét ilyen módon.